Olyan jó szent beszédet tudnék mondani, ha lenne időm. Mivel, hogy szorít az idő, lehet, hogy egy kicsit szedett-vedett lesz. Megpróbálok lényegre törő lenni. Négy fontos üzenetet szeretnék átadni. De amiket mondok, azokat nem csak én mondom, hanem az Isten mondja, az üzenet mondja és a szentek mondják. Aztán lesz egy ötödik a végén majd. Az első fontos üzenet, amit szeretném, hogyha tudatosítanátok magatokba, az, hogy a bűn az megbetegíti a lelket. A második fontos üzenet az, hogy a lélek levegője az imádság. A harmadik fontos üzenet az, hogy a lélek eledele az eukarisztia. És a negyedik üzenet az nem más, mint hogy a lélek egészsége Isten. A lélek egészsége Isten. Testvéreim, hogy a testünk egészséges maradjon, vigyázzunk kell rá. Hogy a lelkünk egészséges maradjon, hogy vigyázzunk kell, hogy kerüljük a bűnt, kerüljük a szeretetlenséget. Isten azt akarja, hogy a lelkünk egészséges legyen. Ezért adta a törvényeit, hogy járj az én törvényeimnek az útján. Különben összetöröd a lelkedet, és összetöröd a testvéreidnek a lelkét. És testvéreim, éppen ezért kell vigyáznunk arra, hogy nehogy pusztítsuk, megbetegítsük a lelkünket a bűnnel, és a véletlenül szeretetlenséget követünk el, az Istennel szemben, önmagunkkal szemben, másokkal szemben, a teremtett világgal szemben, akkor egyből szaladnunk kell, testvéreim, az Úr Jézus lábához, a Szent Jónásba, hogy visszatérjünk, és úgymond visszaállítsa Jézus az ő irgalmas szeretetével a lelkünknek az egészségét, a lelkünknek az épségét, hogy újból csatlakozzunk az életnek a forrásához, az Istenhez. De testvére, ahhoz, hogy a testünk funkcionálni tudjon, éljen, az levegőre van szüksége. A lélek levegője, testvéreim, az imádság. Azt mondja Aranyszájú Szent János, hogy ugyanúgy, ahogy a test lélek nélkül halott, a lélek is halott imádság nélkül. Olyan érdekes, hogy amikor azon tűnődünk, hogy miért vagyunk békétlenek, miért is bennünk derű, miért nem vagyunk boldogak, gyakran elfeledkezünk arról, hogy lehet, hogy a nyomorúságunknak az oka a bűn. A nyomorúságunknak a forrása az, hogy nem imádkozunk. Barsi Balázs atya azt mondta, hogy az imádság az levegővétel a szent lélekből. Igen, testvéreim, imádkozni kell. A napi egy órát imádkozunk, és azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, amire szükségünk van, hogy dinamikusan növekedjünk, hogy Krisztus öltessük magunkra, hogy új emberré váljunk, az is csak a napunknak a 4%-a. Napunkból nincs 4% a világ mindenség urára, ki mindenét nekünk akarja adni. Nem erről szól, hogy az eukarisztiába önmagát adja nekünk, nem ezt fejezi ki. Az Isten az nem dolgokat akar elsősorban adni nekünk, hanem önmagát. És nekünk van szükségünk az Istenre. Nekünk van szükségünk az imádságra. Nekünk van szükségünk az eukarisztiára. Nekünk van szükségünk a szentlicsére. Azt mondja Szijjártói Szent Katalin, a lélek imádság közben tanulja meg levetni önmagát és magára ölteni Krisztust. Ma hallottuk a Szent Léckében, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új ember, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremmény. A szentekre azért volt ez jellemző, amit most hallottunk, mert ők az imádság emberei voltak. Ezért mondta Jézus is, ugye, Lukás 18:1, akkor példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Pál apostol az első Tesszalonikai levélben nem azt mondja, imádkozzatok szüntelen,
Folyamatosan Isten jelenlétébe kell élni. Lőrinc testvér, ez a kármelita szerzetes azt mondja, hogy ez a kulcs folyamatosan értelmileg, vagy képzeletileg tudatosítani magunkba, hogy itt van Krisztus, minden cselekedetünket, vele kezdeni, hozzászólni a cselekedeteink előtt, hozzászólni a cselekvésünk közben, és hozzászólni a cselekvésünk után. És hát testvéreim, a test nem tud növekedni, nem tud kibontakozni, nincs táplálék. Csopad lesz, elveszik az izomtömeg, nem tud nagyra nőni. Ugyanígy testvéreim, az eukarisztia nélkül nem tudunk igazán szent óriásokká válni. És hát hallottuk, hogy mit mondott Jézus a mai evangéliumban. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. A lélek eredele az eukarisztia. A léleknek a tápláléka az eukarisztia. Azt mondja, milyen nagy Szent János. Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy elbírja az élet zarándokútját, végigjárott a tekintetét a világon, de semmit sem talált, ami a lélekhez méltó volna. Erre önmagára tekintett, és elhatározta, hogy saját magát adja nekünk. Másik helyen ezt írta ez a nagy szent. Isten teste és vére a lélek tápláléka. Ó, szépséges táplálék! A lélek csak Istennek tud táplálkozni. Neki semmi sem elég, csak az Isten. Csak Isten tudja betölteni. Csak Isten képes csillapítani az éhségét. Neki föltétlenül Isten kell. Igen, testvéreim, a lélek csak az Istennek tud jól lakni. A lélek az nem tud teremtett dolgokkal és teremményekkel jól lakni. Azt mondja az Isten Sziennai Szent Katalinnak, én tudom egyedül betölteni az embert. Teremmény és teremtett dolgok soha nem tudják betölteni az embernek a lelkét, csak a végtelen isteni szeretet. Igen, az Isten maga jön hozzánk az eukarisztiába. Nekem mi erősítette meg igazán? Mi tette atom biztossá az eukarisztiába való hitemet? Emlékszem rá, 26-27 éves lehettem, amikor láttam egy rövid videófelvételt a Buenos Aires-i eukarisztikus csodáról 1996-ban. Rátváltozott, nem először és nem utoljára, az eukarisztia az Úr Jézus Krisztus testévé. De hát boldog Kárló Apukisz hányat gyűjtött ebből össze? Hogy a legfrissebbeket mondjam, 2006-ban Tixla, Mexikó, 2013 Legnica, Lengyelország. Természettudományosan össze-vissza vizsgálták. Egy megkínzott ember szívizma minden egyes alkalommal. De sireim, mi, nekünk már hívni se kellett be. Biztosak lehetünk ezután benne. Igen, testvéreim, és akkor adja magát a kérdés, hogy ha ez így van, akkor mi hogyan veszük magunkhoz? Sziennai Szent Katalinnak azt mondja az Isten, mindenki annyi kegyelmet kap a szent áldozásban, amilyen szent vágyakozással és szeretettel közeledik hozzám. Mindenki annyi kegyelmet kap. És hát testvérek, hogyha tényleg maga Jézus Krisztus jön hozzánk, amiről Robert Szára így ír, az eukarisztia az ember félelmetes szemtől szembe történik,